igazából én úgy kerültem bele a projektbe, hogy Csabus a előzőleg készült hullaszállítós pályáján én adtam a főhős hangját, és azután nem sokkal egyszer csak kaptam tőle egy üzenetet, hogy a halál labirintus pályáját úgy tervezi, hogy végig lenne narrálva, lenne kedvem elvállalni, hogy én leszek a hangja ennek. Volt már korábbi ismeretségem a K.E.K. könyvekkel, a halál labirintust azt hiszem épp azelőtt pár hónappal olvastam, szóval volt némi képem róla, hogy mekkora fába vágom a fejszém, úgyhogy bele is vágtam. Először is megbeszéltük, mi az, amit fel kell olvasnom belőle, és mi az, amit nem, mert hogy a könyv az tele van ilyen kis megjegyzésekkel, hogy mit tudom, itt vesztesz 3 ügyességpontot, ott kapsz 2 életerőpontot, ha szerencséd van, idelapozol, ha nincs szerencséd, odalapozol, de a kész játékban ugye ott a rendszer számolja ezeket, meg nyilván tartja ezeket, úgyhogy ott nincs szükség a külön elmesélésükre. Aztán elkezdtem próbálgatni, hogy milyen stílusban, milyen hanghordozással lenne érdemes felolvasni, és végül is egy ilyen kicsit drámai, sejtelmeskedő stílusban álltam neki. Ez egy kicsit olyan hatású volt, mintha 5 perc alatt akartam volna elhadarni az egészet. Aztán ezután jött egy jókora szünet a szinkron munkában, amikor egy másik részével foglalatoskodtam a dolognak. Ez alatt meghallgattam pár rendes hangos könyvet, és akkor a végén, amikor újra felvettem a fonalat, akkor némiképp ezekből merítve egy ilyen kicsit kimértebb, kicsit elmerengősebb, ilyen mesélősebb hanghordozást vettem fel, és ez már sokkal jobban passzolt az egészhez, úgyhogy a végén az egészet megpróbáltam ilyen stílusban tartani. Egy vicces része volt a dolognak a különféle karakterek hangjának az imitálása, mert ugye nem végig a narrátor beszél, van, ahol mindenféle egyéb karakterek szólnak a főhőshöz, vagy éppen maga a főhős szólal meg. És ez általában úgy történt, hogy fogtam egy mondatot, mondjuk üdv kalandor, és akkor próbálgattam különféle hangszínekkel, hogy üdv kalandor, üdv kalandor, üdv kalandor, üdv kalandor, és akkor így a végére mindegyiknél kijött, hogy melyik karakterhez, melyik hangszín passzol. Volt, aminél ilyen gúnyosabbat, volt, aminél ilyen drámaibb érzelmet próbáltam belevinni. Egy érdekes része volt, amikor női karaktert kellett megszólaltatni, és akkor próbáltam valami olyan hangot kicsikarni magamból, ami nőiesebb, de mégsem megy át idétlenbe. Persze volt olyan karakter is, aminek kifejezetten jól állt egy-egy idétlenebb hang. Egy-két helyen effektekkel is belenyúltam, ahol a saját hangommal nem tudtam eléggé elkapni. Ilyen volt például a törp próbamester. Ott még külön mélyítgettem, meg próbáltam ilyen öblösebb, fenyegetőbb hangot teremteni neki. De ezek a legtöbbször annyiból álltak, hogy visszhangossá tettem, hogy tényleg olyan legyen, mint hogyha egy barlangban beszélne, vagy volt a vége felé valahol egy olyan, hogy távolról szól valaki oda a főhősnek, és akkor tényleg olyan legyen, mint hogyha távolról hangzana, úgy érződjön a hang. Aztán akadt egy pár dolog, ami inkább csak nehezítette a haladást vele. Ilyenek voltak a fordítási hibák például. Egy csomó fordítási hiba, félre fordítások, elírt szavakban a magyar fordításban, amit használtunk, még nem tudom, van-e belőle másik fordítás. Alapból, amikor nekiálltam, akkor már kaptam Kopcitól egy szép hosszú listát, amiben ki voltak gyűjtve már mindenféle fordítási hibák. Ilyenek voltak, hogy ork helyett gladiátor volt a fordításban, vagy talp helyett csizmát írt, meg
jobbra helyett balra fordult a fejezet végén. De menet közben, ahogy haladtam végig a fejezeteken, úgyis belefutottam egy csomó egyéb fordítási hibába. Egész konkrétan volt olyan fejezet, ahol elő kellett kukázzom az eredeti angol szöveget, és az egész fejezetet újra kellett fordítani, mert annyira összefüggéstelen volt, mint hogyha Google fordítóval lett volna. De volt egy kupac olyan is, hogy nevek, tárgyaknak az elnevezése, lényeknek az elnevezése nem volt lefordítva a szövegben, és akkor ilyenkor mindig, mikor előjött egy-egy ilyen, akkor Csabusával konzultáltunk, hogy most ezt fordítsuk le, ne fordítsuk le, hogyha lefordítjuk, akkor mi lenne a passzoló szó rá. Az is egy nehézsége volt a dolognak, hogy ezek ugye nem lineáris sztori vezetéssel íródtak, hanem egy ilyen klasszikus elágazásos rendszerben. Szóval, hogyha mondjuk elérkeztem A fejezetbe, onnan B fejezethez lehet, hogy 8 vagy 10 féle különböző útvonalon is eljuthatok. Vannak benne nagyobb elágazások, amiknek a végén ugyanabba a fejezetbe lyukadok ki, és akkor ott újra összeér a sztori vonal. Van olyan, amikor két fejezet között szerencsepróbák, meg ügyességpróbák, meg egyéb ilyen kis apró dolgok döntik el, hogy akkor most melyik ilyen kis kétsoros rövid bekezdés legyen a töltelékszöveg két fejezet között. És ezeket mind számon tartani, hogy melyik az, amit még felolvastam, melyik az, amit még nem, az egy nehéz része volt. Igyekeztem egy letöltött térképen jelölgetni, hogy melyik részekkel végeztem már. Hát így is maradt a végére jó pár olyan kis cikk, ami kimaradt, és akkor azokat utólag vettem fel hozzá. Aztán hát ott voltak a mindenféle, mondjuk úgy környezeti tényezők, nyelvbotlások, náthásan beszélni próbálás, megáll egy pár fazon az ablak alatt, és elkezdenek ordítozni egymással, az ablak alatt elhaladó autók, az egyéb mindenféle zajok, amik behallatszanak, és akkor kezdhetem előről azt a felvételt. Hát ezt gondolom nem nagyon kell bemutatni. Mondjuk, amikor felvétel közben bejött a szomszéd macska, aztán az ölembe ülve elkezdte megenni az egérpadomat, az egy jelenet volt. Végső soron baromi izgalmas volt egy ilyen gigantikus projektnél lényegében szinkronszínészkedni.